established in 1956 and located near the airport area of Ubei District. A Chungking-i Ipari Műszaki Főiskolát bemutató film kockái peregnek a projektor vásznán Nyíregyházán, az egyetem dísztermében. A Nyíregyházi Egyetem a nemzetközi kapcsolatainak bővítése során ezúttal a Yangtze partján fekvő kínai város Chungking főiskolájával vette fel a kapcsolatot, amelyet 1956-ban alapítottak, és jelenleg több mint 17 ezer hallgatója van. Kellett a kezdeményezés a Nyíregyházi Egyetem részéről, tehát a nemzetközi kapcsolat iroda indult el a kínai irányba. Itt a dolog realitása az, hogy van egy több mint 1 milliárd lakosságú ország, amelyik fénysebességgel a modern technológiákba élen jár, Európát valamelyest lelépve, az Amerikai Egyesült Államok nyomával liheg, a mesterséges intelligencia, autonóm járművek, környezetfenntartható technológiák vonatkozásában van is mit javítani az előző intenzív ipari fejlesztés szennyező világa, az beborította Kínát, tehát hihetetlen környezetszennyezéssel néztek szembe, és emiatt rendkívül fejlett technológiák irányába mozdultak el. Tehát jelenleg a világ vezető mesterséges intelligencia környezeti fenntarthatóság tudósai részben Európában, Amerikai Egyesült Államokban, de tömegében Kínába működnek és érhetők el. A rektor hozzátette, a két intézmény olyan képzési együttműködési megállapodást kötött, főként az informatikai és képi ábrázolás szakok iránt érdeklődve, amelynek célja, hogy a hallgatók a tanulmányaik befejeztével Kínában és Európában egyaránt el tudják fogadtatni a végzettségüket igazoló diplomát. A delegációt képviselő Mina Zhang azt mondta, tervük szerint a kínai hallgatók az első 3 évet Kínában végeznék el, és csak az utolsó negyediket töltenék Nyíregyházán. Az együttműködési megállapodás értelmében egy közös képzést tervezünk, és ennek keretében, amennyiben sikerül, jövő szeptemberben akár 80 hallgató iratkozhat be a közös képzésekre. A Chungking-i Ipari Műszaki Főiskola több mint 40 felsőoktatási intézménnyel és vállalkozással működik együtt. Európában először Magyarországon, azon belül is a Nyíregyházi Egyetemmel alakítanak ki közös képzési programot.